Az elmúlt 26 évben minden helyi önkormányzati választás kapcsán maga mögött tudhatta Szamosvölgyi Péter polgármester jelölt egyrészt az egyik legnagyobb pártszövetségesét, a Keresztény Demokrata Néppárt helyi szervezetét és annak tagságát, akár csak a gyermekeinkért alapítványt, vagy a Zemplén a magyarságért alapítványt. Így lesz ez a június 9-ére meghirdetett helyi önkormányzati választás kapcsán is, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet ezzel kapcsolatban tartottak a szerveződések vezetői. Az idő a legigazságosabb bíró, a legmegbízhatóbb értékmérő, és ezt az értéket 26 esztendő alatt méltón, alázatos szolgálattal képviselte a város fejlődése, fejlesztése érdekében. Mind társadalmi, mind kulturális, mind gazdasági értékben fejlődött a város. Mindent elkövetett városunkért, fejlődés egyrészt és talán nagyrészt neki köszönhető, mert mindent igyekezett, hogy a város építésében is kivette részét. Ő egy igazi magyar ember, aki a város nagy többsége elismert. Benne a pedagógus vén az kiütközik. Hát csak annyit mondok, hogy 34 éve vezeti a Sátrói cselekvés csapatot. Minden ifjúsági rendezvényen ott van, felszólal, segít őket, sportrendezvényektől kezdve kulturális rendezvényeken keresztül. Hosszú éveken keresztül a ifjúságnak a felnövését, tehát a növekedését is mindig figyeli, és segít mindenkin. A polgármester jelölt szerint az elmúlt évek munkája során számos alkalommal együttműködő partnerként tudhatta maga mögött ezeket a civil szervezeteket, így a továbbiakban is számít rájuk, hiszen a képviselendő értékrend ugyanaz. Mindig arra törekedtem, bármilyen döntést hoztunk, vagy hoztam egyedül, hiszen erre is van példa, hogy az mindig egybeessen a lakosság, az itt élő emberek, a polgárok érdekeivel, még akkor is. Ha abban a pillanatban nem tudtam elmagyarázni, vagy nem lehetett elmondani, hogy higgyék el, értük hoztunk döntést, értük indul egy munka, vagy értük halasztunk valamilyen feladatot. Sátorújhelyben fontos jelszó van a pályám, egy mindenkiért, és mindenki Sátorújhelyért. Hát az egyén, az én lennék, a mindenki a város lakossága, és mindent tenni akaró ember pedig, aki tenni akar és tud a városért, az pedig az utolsó szót jelenti. A három civil szervezet valamennyi Fidesz-KDNP szövetség által támogatott jelöltet segíteni kívánja.